Kolozsváron is felvonulással, nappali tűzijátékkal ünnepelték Románia nemzeti ünnepét. A Deák Ferenc utcán a Bocskai térig tankokkal, szolgálati járművekkel vonultak fel. Zsúfolásig megtelt a kolozsvári Bocskai tér a Románia nemzeti ünnepére szervezett katonai parádéra. A katonai felvonulás előtt elöljárók köszöntötték a közönséget. A katonai járművek mellett szolgálati autókkal is felvonultak, jelen voltak a rendőrség és a tűzoltóság képviselői is. A résztvevők elmondták, nagyon fontosnak találják, hogy minden évben közösen ünnepeljenek. Nagyon fontos volt számomra, hogy részt vegyek, elsősorban azért, hogy megerősítsük az egyesülést, és azért, hogy valóban tudjuk, kik vagyunk és honnan jöttünk. Beszélünk az egységről, beszélünk az előttünk járók küzdelméről, hogy szabadok lehessünk, hogy kifejezhessük magunkat, hogy élvezhessük az életet, a családot. Úgy gondolom, hogy ez egy egyedülálló pillanat, és mindannyiunknak részt kell vennünk. Az ünnepséget piros, sárga, kék nappali tűzijáték zárta, viszont a programok egész nap folytatódtak.